call sign. Sziasztok, itt vagyunk a Spór végjátszásunk első részével, ami egyébként egy egyszemélyes végjátszás lesz, ez sajnálatos módon, hát nem is sajnálatos módon, mert ez így is volt tervezve alapból, és úgyhogy szerintem kezdjünk is bele mindjárt a játékba, ahogy láthatjátok, itt van az egész galaxis, mármint ami a játékban, ezt szépen jobb klikkel lehet forgatni, nem túl bonyolult a képlet. A Spór játék célja alapból az, hogy a kis sejtből elértek egészen idáig, majd a galaxis középpontjába. Aki látta a gameplay-emet, az esetleg már tudhat valamit erről a játékról, vagy aki esetleg játszott vele. Én nagyon remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog ez a végjátszás, szóval kezdjünk is bele. Az első, amit tudatok kell, hogy az űrfázisban ugye el kell jutni a galaxis középpontjába, így úgymond végig lehet vinni a játékot, de gyakorlatilag nem lehet. Szóval ez kicsit bonyolultan hangzik, de meg fogjátok érteni. Az a lényeg, hogy miután elértétek ezt a középpontot, ezt a magot, lesz egy kis bejártás, nem lövöm le a poénokat, és ugyanúgy lehet utána tovább játszani, tehát végig is lehet vinni, meg nem is. Mi eddig fogunk valószínűleg eljutni, hogy bemegyünk a galaxis középpontjába. Na most, az űrfázis helyzete miatt célszerű mondjuk a galaxis középpontjához választani egy közelebbi bolygót, legyen mondjuk ez itt. Ja, még annyi, hogy nem tudtam megszerezni magyarul a játékot, ezért sajnos angolul fogjuk végigjátszani, de ez talán nem fog jelenteni túl sok gondot. Mondjuk kívül az űrfázisban, civilizációsban, még egy picit a legvégén, de meg fogjuk érteni, ne aggódjatok. Tehát kezdjük mindjárt a sejtfázissal, Cell Stage. Azt mondjuk olyan kezdetem, növényemből, avagy húsevő lehet. Itt leírja, hogy mi micsoda. Nem így fogunk kinézni, ne aggódjatok. Mondjuk normálon játsszuk végig a játékot. És mi legyen a neve? Legyen mondjuk az a neve, hogy... nem is tudom. Ez. Csak hogy kreatívok legyünk. Hát. Mindjárt egy kis bejátszásra kezdődik a játék, amit meg is fogtok érteni, nem egy bonyolult videó. Lényeg annyi, hogy egy meteor zuhan a planéta felé, ami ki fog kötni az őslevesben, ez széthullik, és abból jövünk létre mi. Tök logikus. Ez a bolygó, láthatjátok, ezt választottam én ki. Röpölöd a szardarab, és... nagyon röpül, és... Most egyébként, amit tudni kell, hogy ugye itt vízbe esnek bele ezek a magok, ezek a kőzetdarabok, ebből jövünk létre mi. Zonunk lefele az óceán, vagy nem tudom, a ős óceán, ősleves, ahogy tetszik, mélye felé. És szerintem elkezdjük a kalandunkat. Így nézünk ki. Húha. Na mindegy, együnk valamit. Oké, welcome to the tide pool, az ősleves, igen. Oké, hogy a választásért meghatározzák a jövődet. Igen, a küldetésed enni, növekedni, és de, jó. Mehetünk tovább, ezt nem olvassuk el, ez a kis csík, ahol láthatjátok, hogy mindig megy föl ez a kis mérő, hogyha eztek. Ez a fejlődési csíkotok. Ham. Még egy ham. Ne fussa, úgyis elkaplak. Ham. Kész. Egyetlen fejlődtünk is, ez persze nem ilyen egyszerű. Na most. Ugye látjátok, hogy a növényeket mi nem tudjuk megenni, itt van egy ugyanilyen nagy dagadt disznó, azt mondja, hogy igen, mindig az a cél, hogy új részeket találjátok, tehát ez egy ilyen tüske, amit sürgősen fel kell nekem szednem. Ugye ez a nagy dagadt disznó nem öl ki minket. Hem, mész innen, te kacsak! Ejha. Utas, ouch. Hol van egy pár? Gyorsan gyere ide. Nem zabasz. Nem. Nem zabász! Anyád! Hát ez kinyírt. Igen, ez gáz egyébként, sose haltam meg még a legelején. Persze hát a videó közepén miért is ne halnék meg. Mindegy, a lényeg az, hogy látjátok itt fönn, össze kell gyűjteni. Nem is fontos, hogy összegyűjtsétek, de úgymond célszerű. Jó, ezt nem kapjuk el. A 6 darab részt, testrészt, illetve alkotó részt. Ham. És hogy ne történjön még egyszer az, ami az előbb.
elkezdünk párt keresni, aki ugyanúgy néz ki, mint mi, és persze, hogy a hímrak peteit. Feltéve, hogy mi vagyunk a hímek. Mindegy. Na most. Látjátok, itt van a lénykreátor. Igen, blablabla. Rárakunk egy tüskét. Csak a védelem miatt. Ezt a szemeket leveszik róla, mert nem tetszik. Itt teszünk rá egy ilyen... duplázni kéne, hogy kicsit kisebbre. Tökéletes, a száját is egy kicsit kisebbre, és... így. Nincs is többre lehetőségem, úgyhogy... nevezzük el a fajunkat, ugyanúgy, mint az előbb, és mehetünk is tovább. Nem színeztem be, azt majd a következő percesnál jó lesz megtenni. Jó. Ugorjunk tovább. Fejlődtünk. Nyilván látjátok, amikor eléri ezt a kis... igen, az előbb kinyírtam, mit tekecsek, most meghúrtok. Ham-ham. Anyám, vagy én halok meg. De valamelyik biztos. Tábi, űha, mekkora vagy te, jó Isten. Anya, addig meg jó összecsinyaltak. Nem nyilat ki, de azért mondom, na. Akkor, ham. Ezek futnak előlem. Egyébként, hogyha esztek, akkor az életetek is visszanő. Hogy, gyertek ide. Ham. Oké. Okay. Amúgy ilyen alkotó részeket úgy tudtok szerezni, ezeket a kollekteket, hát nem kollekteket, hanem tényleg ilyen tucokat, hogy például ilyeneket öltök, de ez nem biztos, hogy az, mindjárt megnézzük. Hátul meg kell kapni. Egy kicsit gyorsak. Gyere ide, kacsag. Elkaplak. Ham. Mondom, ham, hogy. Hát ettől pont nem kaptunk. Jézusom, te mekkora vagy, mennyi nem. Ős ellenség. Ham? Hogy? Igen, azt hiszed kemény vagy? Az is egyébként, na mindegy. Ezt nem kapjuk el. Együnk még húsit. Az első részben egyébként valószínűleg még csak ezt a sejtfát is fogom megcsinálni, mert nincs nagyon értelme többnek. Mi? Az anyád van már, hát menj már az a... Ez buzi. Igen, azt hiszed kemény vagy? Hogyha tüskéthez ér a száj, akkor nem fog tudni megsebezni, ez azért jó. És egy idő után szerintem, hát remélem legalábbis, hogy feladja. Ham? Aha, tehát viszont te sem tudod megsebezni, úgyhogy ez... cumi. Ja. Szerintem meghalt. Így van. Ez úgy döglött meg a jót. És felvéle még kettő húsi, és kész is vagyunk. Elejre. Jó, fejlődtünk. Ó, ez kell nekem. Jó, na látjátok, kaptunk egy új elemet. És akkor, hoppá, nem mész innen, te, hogy... Na, hívjunk magunknak egy part. Tehát nem az egyszerűbb, ugyanolyan faj, mint én, de lehet, hogy nem nőstény, mindegy. Nem tudom, mennyi idő lesz ez a sejtfázis, alapból egy 4 óra, 20 percet meg szoktam tudni csinálni, úgyhogy ez alapból nem lesz egy hosszú rész. A következők már érdekesebbek lesznek, ahogy mondtam, most ezt rátesszük. Jó. Kéne még egy tüske, de ezt most tényleg... nem, apá, nem tartom fontosnak. Kettő, jó? Jó. Egy. Ügy, nagyon jól nézel ki. Na nézzünk valami szín neki, mondjuk egy ilyet. Ez fors. Ez így kezdés neki van lesz. Tényleg nagyon jól néz ki ezzel a két szája. Olyan, mint hogy négy lenne. Hű, öcsi, miért sem csináltam még soha. Na gyere ide. Lákacsák. Ja, nem lehet növényeket enni. Ez ilyenkor egy... Ja, egy. Haha. Kemény. Gyertek ide. Anyád. Menj ma onnan, meghalsz. Ez hülye. Kétszer meghalni a sejtfázisba. Azért ez kemény. A videó kellős közepén. Ilyenkor egyébként onnan indultok, hogy ahonnan a legutolsó párzásotok volt. Úgyhogy nem vesztettem sokat. Vagy 15 másodpercet. Ütem ekkora vagy tégvel, nem kezdünk ki. Ha? Tüskével felé, és nem fog semmi bajotok lenni. Feltéve, hogyha ilyen az ellenfél. Ham. Nem vagy kemény, mikacsög? Te rohadt disznó. Mennyien vagy? Jézusom! Ez már nagyon gáz nekem. Ó, ott egy alkotó. Ham? Mi? Ó, Spider Poison.
akkor is kinyírok egy ilyet, csak hogy megmutassam nektek, hogy ki tudom. Kacsodjál ide! Hogy? Na. Ham. Ham. Jó, nincsen már sok hátra. Hogy? Így elkaplak, hát minden, ne fussál, hát hülye vagy, na. Olyan, ott egy olyan faj, mint én. Amúgy Gergő most a hétvégén valószínűleg el fogja kezdeni a Tomb Raider valamelyik részét, jelenleg fogalmam nincs, hogy melyiket, Jézus atyám, te mekkora vagy, te megharapsz, meghalok. Uram Isten, annyi nem. Jaj. Ne fussál is, hát mindenki fut előlem. Ham, ham, ham. Hát te se vagy kemény, mi? Megtámadjuk. Ó, kaptunk egy ilyent. Gyere csak ide. Ham. Nem futsz. Megkaplak, hogy. Ham. Jaj, te mekkora vagy, te jó Isten, menjél haza. Ó, gyorsan egy part hívjunk magunknak. Amikor muszáj, hogy a kevés az életed, akkor nyugodtan hívj magadnak egy part. És készen is vagyunk. Egy pete. Na, tegyünk le még egy pár ilyen cuccost, hát nincsen túl sok, sőt kevés. Mindegy, ez már egy alakulóban van. Mondjuk így, és ezt elég jól lehet már forgatni az ellenfelek felé. Nem tudom, valami nem kéne rá. Az muszáj, mert akkor gyorsabbnak kell. Mindegy, egyelőre jól lesz, ezt összegyűjtünk még hármat, aztán akkor lesz, ami lesz. Igyekszem ezzel a résszel, mert nem akarom húzni az időtöket. Azt mondja, te idejössz. Te bűrös buzi. Hát azért. Ham-ham. Ez mindenki menekül egyébként előlem? Ákapom. Na. Egyébként innen már elég nehéz a fejlődés, de... Nem valami. Bonyolult. Ham, ham. Oké. Megint egy szint. Már eléggé fent vagyunk egyébként. Az anyádat nem láttalak. Hogy én nyertem, kacsuk. Jó. Oké, ti is megvagytok. Ezek a kis szarok már ilyen egy harapásosak. Ez a nagy szar, te nem tudom mennyi vagy. Jaj, csak ide. Te kell lesz nekem. Ja, ez az nagyon gyors, ezt nem fogunk tudni elkapni. Ja. Csí, én gömbillámok mennek itt a... Megmentelek, testvér! Hát vagy nem. De legalább megeszem. Azt hiszik, meg tudnak enni, figyelj. Hé, szar vagy. Mondtam. Csak nekem volt, jó? Jó, leszarom. Hopp, ham, ham, ham. Mindjárt ki is jutunk a fel. Az anyád, te mi vagy? Na. Még egy alkotó részt. Segítek, testvéreim. Ez nem lehet neki menni? Nem, mert nagyon védi a... Jó, és elvileg még kettő vagy három ilyen szardarab, és... Gyerekek, kijutottunk. Agy! Jól van. Egyébként most nem fogok szünetet tartani a két rész között, tehát én egyből fogom venni. Azt mondja, hogy igen. Congratulations. Rámegyünk erre az evolúciós bizbaszra, és... Oké, itt láthatjátok, most ezt elmagyarázom röviden. Az a lényeg, hogy ha középen vagytok, akkor mindig ilyen kicsit húsevő, kicsit növényevő, tehát mindig ilyen, ez a később még majd másik fog kinyitni, tehát kicsit barátság, vagy kicsit ellenséges. Ha fent vagytok zöldbe, akkor azt jelenti, hogy nagyon barátságosak vagytok, tehát mindenféle ilyen szociális módszerekkel fogjátok tudni majd az ellenfeleiteket legyőzni, illetve elfoglalni majd a civilizációs fázisban a földet. Viszont a pirosban pedig azt jelenti, hogy nagyon kegyetlenek vagytok, és ennek is meg lesz majd a hatása, katonai úton fogjátok tudni majd elfoglalni. Tehát én ezt szeretem legjobban, nem tudom ki, hogy van vele. Volt, amikor omnivore voltam, tehát ilyen se olyan,
vagy mind a kettő inkább. Én ennek is megvan a maga előnye, majd ezt későbbiekben nem magyarázom, de most menjünk tovább. Landfall finished the cell stage and clamber on the planet's first surface. Ezt megkaptam legutóbb is, de viszont plusz azzal, hogy ne hallj meg egyszer sem, tehát azért ez... Na mindegy. Viszont én szerintem a következő részben innen fogom kezdeni, mert a következő rész már a lényfázis első szakasza lesz. Én köszönöm szépen már a figyelmet, sziasztok!